A Nyíregyházi Egyetem idén is helyszínt biztosít a Magyar Ifjúsági Robotkupának. Ezen a versenyen egyébként a résztvevő csapatok minősítést szerezhetnek a RoboCup Junior világversenyre. A robotintelligencia diákkör már több mint 10 éve működik Simon Béláné dr. Balogh Ágnes vezetésével. Tagjai többek között a mesterséges intelligenciával, a mehatronikával és a robottannal is foglalkoznak, valamint különböző területeken fejlesztik magukat, ilyen például a robotépítés és a humanoid robotok programozása. Emellett a kiemelkedő tanulók bekapcsolódhatnak a RoboCup nemzetközi versenybe is. Február 23-án a Nyíregyházi Egyetem biztosít helyszínt a Magyar Ifjúsági Robotkupának. A RoboCup Junior világverseny Montrealban lesz idén júniusban. A világbajnokságra azok a csapatok nevezhetnek be, akik hazájukban minősítést kaptak a részvételhez. Magyarországon pedig idén már a 12. ilyen minősítő versenyt szervezik, idén két helyszínen Nyíregyházán és Budapesten. A verseny 4 különböző ligája az oktatásra összpontosít és a hangsúlyt az autonóm robotokra helyezi. A RoboCup Junior egy küszöb a nemzetközi RoboCup projekthez, amely erősen elkötelezett abban, hogy a fiatalokat a technika területére vonza. A technológia nagy ütemű fejlődése megnyitja az automatizáció egy új korszakát is. A következő évtizedekben a ma még emberek által végzett munkák jelentős részét gépek, számítógépek végezhetik majd. De nem csak az alacsony képzettséget igénylő feladatokat lehet majd a gépekre bízni. A mesterséges intelligenciának köszönhetően egyesek szerint akár a menedzsment munkákat is elvégezhetik majd a jövőben a gépek. A témával kapcsolatosan stúdiónk vendége Simon Béláné dr. Balogh Ágnes, a RoboCup Junior magyarországi képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Mit jelent az, hogy ennek a világversenynek valaki a magyarországi képviselője? Ide kellett hozni az országba ezt a versenytípust? Hát ez azt jelenti, hogy meg kell szervezni egy minősítő versenyt abban az országban, és ezért is nevezik nemzeti képviselőnek azt a szemét, aki ezt megszervezi. Én 10 évvel ezelőtt honosítottam meg ezt a RoboCup versenyt, és illetve annak a minősítő versenyét Magyarországon. Egy tudományos konferencián vettem részt, és ott tudtam meg, hogy van a világban már 1997 óta tartó ilyen verseny minden évben. És akkor azt gondoltam, hogy itthon is meg kell valósítani, és én ugye a Nyíregyházi Egyetemen tanítottam, és ott mindjárt megkerestem azokat a fiatalokat, akiket be tudtam vonni ebbe a fejlesztő munkába, hogy versenyre előkészítem őket. Úgy tűnik, hogy jó volt a táptalaj. Igen, igen. 2007-ben volt ez az indulás, akkor a akkori gyakorlóiskolában, az Apácaiban a matematika tanárnőt kerestem meg, hogy az előírásnak, a szabályzatnak megfelelően tud-e olyan csoportot kiállítani, akik matematikából jók, angolul tudnak, és kreatívak a ilyen technikai fejlesztésekben. És akkor ajánlott 3 gyereket, meg még a Bánki Donát szakközépiskolából a Zsigó Zsolt tanár úrral vettem fel a kapcsolatot, hogy hogyan lehetne nekünk bekapcsolódni ebbe a fantasztikus kihívásba. És ő volt. De nem csak önök gondolták akkor ezt úgy, hogy ez egy fantasztikus kihívás, hiszen ugye maga a robotintelligencia diákkör is az elmúlt esztendőben betöltötte a 10. életévét, és hát azt gondolom, hogy ki lehetne emelni néhány olyan elért eredményt, amely azt bizonyítja, hogy itt a szabolcsi fiatalok és gyermekek abszolút alkalmasak arra, hogy fogadják a jövő kihívásait, és mondjuk ennek a technológiai fejlődésnek a részeivé válhassanak. Így van, mert azután, hogy a következő évben kiszélesítettük a résztvevőknek a számát, és ugye mindenhol igyekeztem terjeszteni ezt a lehetőséget, és azt tapasztaltam, hogy Szabolcs megyei általános középiskolából egyre több tehetséges gyerek tud ebbe bekapcsolódni.
Megmondom őszintén, a többi versenyhez vannak robotversenyek az országban, másféle versenyek, de ez egyre nehezebb lesz ez a verseny, és itt csak is a tehetséges gyerekek jöhetnek számításba, azok, akik kitartóak és igazán elkötelezettek a technika irányában. És mi lesz azokkal a fiatalokkal? Milyen lehetőségeik vannak, akik mondjuk a diákkör tagjai, és mondjuk a továbbtanulásuknál figyelembe veszik azt, hogy ebben az irányban indulnak el? Hát általában, akikkel én foglalkozom az egyetemi szakkörben, vagy diákkörben, ott ugye 10-től 19 éves korig foglalkozok, tehát benne vannak egyetemi hallgatók is, meg általános iskolások is, de akik már leérettségiznek, utána azért mérnöki pályára mennek, általában mérnök informatikusnak, vagy programozónak. Hát van egy olyan volt szakkörös hallgatóm, aki 6. osztályos korában csatlakozott be, a Nagykállói gimnáziumban érettségizett, és most a Harvard Egyetemen van, és az az érdekes, hogy itt a focizó robotok fejlesztésével foglalkozott, és ő bejárta azt a létrát, hogy a Lego robottól kezdve most a saját építésű focizó robottal ment világversenyre. A háttér persze a szülők részéről biztosítva volt, hogy a drága kis minimotorokat meg tudja venni, és most a csúcs az, hogy a Harvard Egyetemen megbízták, hogy a focizó robotok fejlesztésére a Small Ligában, az a felnőttek ligájában építsen egy csapatot, és a Massachusetts-i intézet támogatja őket anyagilag a robotfejlesztésben. És még most levelezek vele, mert Skype-olunk, és küldi a segítséget, hogy mi is el tudjuk érni ezt, hogy saját építésű robotokkal focizzunk. Ezen a február 23-i versenyen, tehát most krudis gyerekeim vannak, ugye az én csapatomról beszélek, de most már Budapest környékén ott tavaly 100 gyerek volt a versenyen, tehát őket most nem tudom, hogy milyen, de a kihívás az, hogy a fociban két kategória lesz, lesznek a legósok, és lesznek azok, akik saját építési robottal fociznak. Hát ez csak egy liga a sok liga közül. De itt a tehetségek kiemelkednek, és mondjuk is, hogy mi tehetségeket támogatunk ezzel a versennyel. Nagyon érdekes, hogy erről a tudományterületről, ha nevezhetem ennek, egy hölgyel, egy nagymamával beszélgetek egyébként, ami azért is vetődött itt fel, ahogy néztük a kis felvezető anyagot, hiszen a robotot, akivel kezdődött a kis bejátszásunk, Annának hívják, de ennek van valami oka, ugye egy otthoni oka? Van, igen, mert az unokám Anna Regina, és amikor ezt 2000, tehát most pontosan nem tudom, egy pályázat nyertük 3 ilyen no humanoid robotot, akkor nem tudtam a kezéből kivenni, mert ugye nyáron megkaptuk június végén a robotokat, hazavittem nyáron, hogy megtanuljam, hogyan is kell konfigurálni, és akkor ő adta nekem a feladatokat, hogy mit szeretne, hogy mit csináljon még ez a robot, úgyhogy ő furujázik mellette, mikor ez a robot táncol például. Igen. Még egy kis esélylatolgatást a beszélgetés legvégére szeretnék kérni, hogy mi várható, mire lehet készülni, hogyan szerepelnek majd a helyi fiatalok ezen a minősítő versenyen. Már a nyíregyházi szakköröseim? Igen. Hát itt indítunk fociban, ott a kisvárdaiakkal lehet, hogy döntőbe, nem tudom pontosan, de ők nagy kihívói az én csapat, focizó csapatomnak, már a robotos csapatnak. Azt, akkor, amiben mi győztesek leszünk, az a Co-Space verseny, hát ez is egy újszerű verseny, itt nem kell saját robotot építeni, viszont jó kell tudni programozni. És ezek a gyerekek jól tudnak programozni. Ebben úgy gondolom, hogy mivel új a verseny, és tavaly 4. voltunk világversenyen, tehát most meg szeretnénk tartani ezt az elsőséget itthon, az itthoni versenyen, és hát a minősítést, mert ugye azok mehetnek majd a világversenyre, akik elsők lesznek itt ezen a hazai minősítő versenyen. Hát kívánom, hát igen, hogy kelljen majd repülőjegyeket foglalni, a versenyen pedig gondolom, hogy mi is jelen leszünk stábbal. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Kérem szépen.
készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.